Katona Péter Dániel vagyok, és ez itt az InStyle magazin nyári lapfotózása. A nyugati nyaralásban az egyik legmeghatározóbb valamire az maradt meg a legjobban, hogy volt egy jelenet, amit pót forgatni kellett, vagy így utólag forgatni, és akkor már ősz volt, és akkor kellett a Balatonban úszkálnunk, és ilyen 10-15 fokos volt a víz, és nagyon hideg volt. Az a hangosítók és a hangmérnök, meg az operatőr ilyen neoprém ruhában volt, mi pedig fecskefürdő ruhában. Az emlékezetes volt. A tündérkertnek meg számos eseménye volt, ami nagyon emlékezetes, és most nem is nagyon tudnék kiemelni egyet. Talán az, hogy de ez így összességében az egészre vonatkozik, hogy én előtte egyáltalán nem lovagoltam, és nem de semmi közöm nem volt a lovakhoz, és itt így megtanultam nagyon alapszinten, de lovagolni. A nyugati nyaralásban az egyik dolog, ami emlékezetes, az ez a gitározni tanulás, de az sem áll annyira távol tőlem, de tehát, hogy ennyire azért nem tudtam gitározni. A másik meg maga a forgatás, hogy Balatonon forgattunk, és ez egy ilyen jó élmény volt, hogy lent laktunk a Balatonon. A legbüszkébb az talán a Holtverseny című monodrámámra vagyok. Az egész egyszerűen azért, mert egy olyan kihívás volt az életemben, vagy egy olyan mérföldkő, amihez nagyon sok mindent kapcsolok. És azt hittem, hogy nem vagyok képes rá, aztán kiderült, hogy ha megerőltetem magam, akkor képes vagyok rá. A kedvenc munka nagyon sok ilyen volt. Most, tehát a legaktuálisabb az például a tündérkert volt. Az egy nagyon jó élmény, illetve az osztályommal csináltunk egy előadást, aminek az a cím, hogy Merre jársz, Bo Jangles, és az is egy nagyon emlékezetes előadás. Leginkább azért, mert most utoljára szerepelünk egy osztályként együtt egy előadásban. A kedvenc magyar filmem a Kontroll. Nem tudom megmondani, hogy miért, de nagyon-nagyon szeretem. Most volt a Kontroll, azt hiszem 20 vagy 25 éves, 20 talán, 25, nem tudom. És rengeteg interjút néztem a színészekkel, és egyszer jó lenne valami hasonló élményben részt venni.